Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A mai napon a trianoni békediktátum megkötésének gyásznapjára emlékezünk. A szerződés Magyarország és a győztes antant hatalmak között jött létre, aminek eredményeképpen Magyarország elveszítette területének több mint kétharmadát. A történelemben soha egyetlen országot sem büntettek ilyen igazságtalanul. 2010. május 31-én az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjában nyilvánította az évfordulót. Az ünnepi műsort a Csetényi Bánbéri Ármin Általános Iskola 7. osztályos tanulói adják, szólót énekel Kis Ketrin, valamint közreműködik Ihász Kincső 2. osztályos tanuló. Énekel az Engő Varázs gyermekkórus. A diákokat felkészítette Somogyiné Lugosi Márta és Maviter Erzsébet tanárnők. Most pedig énekeljük el közösen a hímust. A parlamentben 1920. június 4-én.
Az utcák kora reggeltől nyugtalansággal voltak tele. Az emberek arcán szorongás és fáradtság látszott. 10 óra után pár perccel jött egy hír. Egy végzetes hír. Megkondultak a harangok. Előbb Pesten, aztán az ország többi területén is elterjedt a hír. Budapest gyászba borult, az emberek feketébe öltöztek. Gyászdobogók lengtek mindenhol. Az emberek a férfiaktól az asszonyokon át a gyerekekig és az öregekig mind zokogtak. Emberek rázták haragosan az ég felé az öklüket. Az oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyát, és könyökben levágott csonkakarját mutatva őrjöngve kiabálta. Hát ezért 2 órán át tartott a harangzúgás, mely a nemzeti összeomlás fájdalmas jelszert jelentette. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel merett maga elé egy hosszú percig. És akkor megkondultak a harangok. Kovács Demjén tanár úr felállt, oda ment a térképtartóhoz, kivette a térképet, aminek felső sarkában még ez a név állt. A Magyar Szent Korona országainak politikai térképe. És felakasztotta a térkép állványra. Mi halálos csendben néztük a térképet, és az előtte álló szürkülehajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére, és a kívülről beállatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben, tudtam magának, mint nekünk, ennyit mondott. Konszumátum ezt. Elvégeztetett. 54-en voltunk, 54-14 éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem bírtok tovább, lebarultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. Nagy Magyarország keresztefeszítésének napja volt. 1920. június 4-e, péntek. Ezen a napon írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak az első világháború következményeként ránk kényszerített békeokmányt. Elszakítottak tőlünk ragyogó magyar városokat, és hazátlanná tettek sok millió magyart. Az ország elveszítette területének több mint 71%-át, hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Az új határok mélyen belevágtak a magyar nemzet testébe. A szomszédos országokba került a Kárpát-medencében élő magyarság kereken egy harmada, azaz minden harmadik magyar. Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni. Neked nyugodtan írhatok, és szabadon, és őszintén, hozzád beszélve, és mégis magamhoz. Valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. És most már nem is tudom kimondani. Csak ennyit. Valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról. Arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Hallod majd, Kolozsvár, és ezt, Erdély, és ezt, Kárpátok. Meg fogod tudni, mire gondoltam. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hallanak világ. Mint borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled, s bár a lényeget még nem értetted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egyfélből való vagyunk. Az összes szomszédos nép részesedett az 1000 éves Magyarországon. Romániáért lett Erdély. A
Délvidéket, Dráva közt, Mura közt, Mura vidéket, Horváth Szlavóniát, a szerb-horváth szlovén királysághoz csatolták. Árva és Szepes vármegyék részei Lengyelországhoz kerültek. A Felvidéket és Kárpátalját Csehszlovákia kapta. A Napogalját Ausztria.
Röpülj lelkem, keresd meg hazámat. Áll a régi ház még, zöld zsaúja mögött hangul anyám illagúja. Őszhajú, de gyermek arcizánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat. Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott. Itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből, e folytó romokból, hogy rédébe meneküljek várni. Szállj ki lelkem, keresd meg hazámat. Ott a szőlőhegy, a tömzsiprés ház, mely előtt ülve, ha szerte néztem, dalláringott bennem kétség és láz, s amit láttam terjű napsütésben, mind hazám volt. Len az utca híven nyúlt alattam, mint a futószőnek, és a domsor úgy láncott, mint szívem, halkan hullva égig a mezőnek. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat, enyhe domsor, lankatag magyar föld, s az a róna túl már a nagy alföld szemhatártól, ahol a nap támad. Röpülj lelkem, röpüld át hazámat szemhatártól szemhatárig, s újra mere emléked a halk sejem bombonya szállát. Szállj a rónán túlra, s át, hol állnak a bolond sorompók, és akármit ír a kardalögre, lankád mellől el ne bocsásd bérzed. Ha hazád volt, az marad örökre. Senki sem bíró, csak ahogy érzed. Szállj ki lelkem, keresd meg hazámat. Oly hazáron álmodtam én hajdan, mely nem ismert se kardot, se vámot, s mint maga a lélek, oszhatatlan. Thank you.
de drága, ősi magyar szó, lelkemet tápláló simogató dallam. Körülölelsz, mint egy puha takaró, míg ízelgetlek, kóstolgatlak halkan. Hogy is felednélek, hisz anyámtól kapott drága ajándék vagy te is. Keblemre szorítva őrizlek, védlek, ha hangom elcsuklik, akkor is. Keblemre szorítva őrizlek, védlek, ha hangom elcsuklik, akkor is. Ennek a szomorú napnak az eseményei ma is a szívünkbe markolnak. Köszönjük szépen a diákoknak és a pedagógusoknak az áldozatos munkáját, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy egy ilyen színvonalas műsor összeállítása nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe. És a mai napon egy másik eseményt is szeretnénk ünnepelni. Szeretnénk megnyitni Sári Attila pedagógus népművelő kiállítását, mely a Molicser kastély történetét és intézményi funkcióit mutatja be. Ilyenkor úgy gondolom, hogy illik néhány szóval bemutatni az alkotót. Attila szerényen arra kért, hogy ha lehet, ezt a részt hagyjuk el. Én azonban azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell emlékezni arról, hogy tevékenysége milyen lenyomatot hagyott településünk életében. És kicsit talán itt most személyesre is veszem a mondandómat, hiszen a saját gondolataimat szedtem össze, és bízom abban, hogy Attila ezt nem veszi rossz néven tőlünk. Mindnyájan tudjuk, hogy Attila hosszú ideig itt dolgozott a kastélyban, mint művelődés szervező és könyvtáros. Összefogta a fiatalokat. Jó magam is nagyon szerettem annak idején a klubban tölteni a hétvégéket, ahol filmeket nézhettünk, pingpongozhattunk, és még vetélkedőket is szokott rendezni a számunkra. Számos remek falunapot szervezett. A kulturális élet szervezése mellett pedig beleásta magát Csetény történelmébe. Egy könyvet is írt, Csetény község története a kezdetektől 1945-ig címmel. Számtalan pályázatot nyújtott be a kastélyt illetően. Ő szerkeszti például a Wikipédián Csetény település oldalát is. Ha még nem olvasták, itt az ideje. A csetényi Vámbéri Ármin iskola pedagógusaként vonult nyugdíjba, ahol még aktívan vett részt az iskola felújítására irányuló pályázat megírásában, és annak megvalósításában is. Rendszeres látogatója a könyvtárunknak. Egy alkalommal a könyvtárban egy volt diákja megkérdezte, hogy tényleg Attila bácsi volt a gróf a kastélyban? Hát igen, azt gondolom, hogy így is mondhatjuk. Szerintem nincs a faluban még egy olyan ember, aki olyan hatalmas tudással és dokumentumokkal rendelkezne Csetényről, a kastélyról, mint ő. Köszönjük szépen azt, hogy ezzel a kiállítással ennek, ha csak töredékét is, de megosztja velünk. Fogadja szeretettel, és itt Attila, megkérlek, Sári Attilát, jó, megkérném, és polgármester urat, és a Holicser ajándékboltnak és a kastélynak egy kis ajándékát. És kívánunk még nagyon jó egészséget és gondtalan nyugdíjas éveket. Most pedig arra szeretném kérni az egybegyűlteket, hogy vonuljunk ki az emlékműhöz, helyezzük el koszorúinkat, és a zárás az pedig a C17 Postagalamb Sportegyesület közreműködésével fog megtörténni különleges módon, ugyanis elhozták a galambjaikat,
és az ünnep zárásaként pedig a galambokat el fogjuk kereszteni az emlékműnél. Ezután pedig mindenkit nagy szeretettel várok vissza ide a terembe. Tekintsük meg együtt Attilának a gyűjteményét, a kiállítását, beszélgessünk egy jót, és fogyasszunk egy kis pogácsát, üdítőt. Cseténi óvoda és mini bölcsöde koszorúját Kelemen Anita intézményvezető a műsor előtt már elhelyezte az emlékműnél. Nem csak az óvoda koszorúját helyezték el, hanem nyárazról, a felvidékről is küldtek egy nemzeti színű szalagot, egy partner óvodából. Megkérem a Bújra Kulturális Egyesületet, hogy helyezzék el
Károlyt, a C17 Postavalam Sportegyesületnek vezetőjét, hogy eresztve szabadon a madarakat. Szerintem így szárnyalt a mi lelkünk is az ünnepi műsor alatt. Még egyszer köszönjük a diákoknak és a pedagógusoknak a színvonalas műsort, és köszönjük mindenkinek, hogy megtisztelt az idejével és a figyelmével.